13. alkalommal gyűltek össze az ország minden tájáról a diákok, hogy bizonyíthassák, elsajátították a technika órán hallottakat, melyet aztán majd felnőtt korban is hasznosíthatnak. Akár állásszerzésnél is jól jön, hogyha valamit meg tudunk csinálni, valamit tudunk alkotni. A tantárgya mai napig népszerű a diákok körében, bár kezd kevés figyelmet kapni, mondja a Technika Tanárok Országos Egyesületének elnöke. Az iskoláink egy nagy százalékában méltánytalan helyen van, méltánytalan körülmények között zajlik technikai nevelés. Szerintem számos társadalmi gondunknak orvoslója, megoldása lenne egy picit alaposabb műszaki felkészítése a diákoknak. A gyerekeket Varga Tamás, a megyei közgyűlés elnöke és Breyer Éva, Székesfehérvár alpolgármestere köszöntötte. Köszönjük is a Technika Tanárok Országos Egyesületének, hogy bizalmat szavaztak egyrészt a városnak, nem utolsó sorban pedig a Tolnai úti általános iskolának. Tulajdonképpen ez azon túl, hogy egy országos program, azon túl az iskola 30 éves jubileumának egyik állomása, az ünnepi programsorozat egyik állomása. Az idei verseny témája egyébként az automaták a környezetünkben. Az ország 10 megyejéből érkezett 3 fős csapatoknak elméletben és gyakorlatban is bizonyítaniuk kell e témakörben.